intelligensen. Az e-mailezés sokszor a figyelem kérdemléséről szól, hogy nézd, mit küldtem neked, hiszem, hogy ez legalább annyira fontos neked, mint nekem. Pedig pont ezzel vesznek el tőled időt, nem tisztelve azt. Ebbe küldőként bele kell gondolnod, hogy egyáltalán értéket ad-e, vagy hogyan tudsz értéket adni a leveleddel. Hogyan rövidítheted, tömörítheted. És persze fogadóként is gondoljunk bele, hogy fontos-e megnyitnod abban a pillanatban az e-mailt, amikor megkapod, vagy amikor látod. Vannak cégek például, ahol konkrétan tilos e-mailt küldeni munkaidő után. Ezért jó, majd erről fogok beszélni, azok a trükkök, hogy például időzíted az e-mailedet, vagy pedig csak dedikáltan e-mailezel egy bizonyos meghatározott időben, mindig ugyanakkor, minden nap. A nagy kérdés az az, hogy le lehet-e szokni az e-mailezésről. Egy biztos, hogy nehéz lesz. Mégis szerintem érdemes megpróbálni, mert hogyha belegondolunk, akkor az e-mail az nem más, mint egy másik ember által feléd delegált feladat. Bármiről is legyen szó. Csak akkor nézzél e-mailt, hogyha a te prioritási listádon lévő feladatokkal végzel. Persze, lehet olyan, hogy kellenek e-mailek ahhoz a feladat elvégzéshez, ami a prioritási listádon van, de itt most nem azokra gondolok, hanem a darálásra. A darálást addig ne tedd, amíg nem végzel a te prioritási listádon lévő feladatokkal. Ehhez pedig egy trükk, hogy kapcsold ki az értesítéseket, ne legyen ott semmi, csak maximum az a néhány VIP vagy prioritásos ember, akinek tényleg fontos számodra a te prioritásaid, a te feladataid miatt, hogy egyből tud, hogyha ők e-mailt küldenek, amúgy minden értesítést kapcsolj ki. Amiről még mindenképpen beszélnünk kell, az az automatizálás, meg különböző e-mailezési trükkök, de most lesz egy meetingem, úgyhogy... Az automatizálás jön. Ez egy elég nagy topik. Ha a munkánkból fakadóan napi több száz, 300-400 e-mailt kapunk, akkor ez rengeteg órát, 2-3-4 órát is elvihet a napunkból. Itt jönnek jól az automatizálások. Használhatunk például templiteket. Ezeket úgy képzeljük el, hogy ilyen sablonok, amiket előre beállítunk, ha sokszor kell mondjuk ajánlatot küldenünk, vagy valamilyen típusú válaszlevelet, akkor egyszerűen csak ezt beállítjuk, és az adott részeket kell csak mindig kicserélni. Mondjuk ugyanaz a csatolmány benne lehet, és mondjuk csak a nevet, meg mondjuk az adott találkozó időpontját változtatjuk. Másik kedvenc funkcióm pedig a send later, tehát a későbbi küldés. Ugye már említettem, hogy vannak olyan cégek, ahol konkrétan nem lehet mondjuk munkaidő után e-mailt küldni, de ha valamiért ránk a produktivitás az éjfélkor tör, akkor szépen csak, hogy írjuk az e-mailt, semmelyiket sem küldjük el, hanem mindegyiket beütemezzük, hogy mondjuk reggel 7 órakor küldje ki a levelező program, ami azért nagyon jó, mert akkor ugye úgy néz ki, mintha mi már 7-kor dolgoznánk, és mennyire komolyan vennénk a dolgunkat, tehát send later funkció. Szélszeseknél amúgy a határidőnapló, Excel, vagy hogyha nem valamilyen nagyon nagy vállalatnál dolgozunk, akkor tényleg kiváltható a bármilyen ilyen CRM, vagy kontaktkövető rendszer, mert ugye, ahogy küldjük az e-maileket, be tudjuk érteni, hogyha valaki nem válaszol, akkor egyszerűen csak ott lesz nekünk, hogy visszajött az e-mail, még nem válaszoltak rá, és egy értesítésként, mintha egy új e-mail lenne, megérkezik az inboxunkba, és tudjuk azt, hogy follow-up-oljunk, felhívjuk, vagy még egy e-mailt küldjünk nekik. És ha már sales, akkor mondanék két tippet. Van az Email Hunter, illetve a Voila Norbert. Ez mind arra segít, hogyha mondjuk egy hideg e-mailt írunk, tehát nem ismerjük azt az embert, egy picit le tudjuk kutatni, vagy hogyha nem tudjuk az e-mail címét. Lehet alkalmazni LinkedIn-re, vagy netre, ilyen Chrome extension is van, most nem mondom el, meg megyek bele az egészbe, de Voila Norbert, Email Hunter, és ezáltal
egy, meg tudjuk szerezni az adott embernek az e-mail címét, és hogyha mondjuk valamiket posztolt, vagy vannak mondjuk hírek a cégéről, akkor ezt ilyen kis insider infónak bele tudjuk fogalmazni az e-mailbe. Ha meg mondjuk automatikus utánkövetést szeretnénk, tehát még annyit se kelljen megcsinálnunk, hogy amikor valaki nem válaszolt, egy értesítésünk jön, hanem addig menjen mondjuk egy e-mail cím, akkor egy nagyon olcsó és Gmailbe beépíthető alkalmazás a Contactually, Contactually, imádok így betűzni, nagyon gáz. Szóval ezzel meg lehet csinálni ilyen paketeket, kosarakat, és berakod az embert, és addig follow-up-olsz, ahogy akarsz, hogyha, és mindez természetesen csak addig megy, ameddig nem válaszolt mondjuk neked az e-mailedre, mert akkor automatikusan kikerülhet az egészből. Zseniális funkció tényleg, és az a jó, hogy ez minden Gmail-lel vagy más e-mail-lel is kompatibilisan tudjuk használni az egészet. Contactually, hogyha egy szintre upgrade-elni szeretnél, de nem akarsz ilyen sok 10 000 vagy 100 000 forintot szoftverre elkölteni. Említettem ugye, hogy ezeket különböző appokkal lehet megcsinálni, de hogy milyen appok meg hogy vannak, érdemes lenne listázni. Nyilván mindent linkkel a könyvbe leírtam, de vegyünk pár appot. Szóval appok. Az appoknál egyrészt, hogyha Gmailben van az ember, akkor kettőt ajánlok, az egyik a followup.cc, a másik pedig a Yesware. Hogyha folyamatosan ugye Chrome-ban, Safari-ban, bármilyen böngészőben megnyitod magát a Chrome-ot, akkor magát a Gmailt, akkor egyszerűen ezeket ilyen extensionként, pluginként lehet installálni rá, amúgy a Contactually is működik vele, és mindaz, amit elmondtam, funkciók, a templitek, a visszaküldés, tehát hogyha ugye értesítés kap, hogyha valaki nem válaszolt, sőt, akár még ilyen szekvenciák és a később küldés, ezek mind-mind-mind benne vannak. Hogyha már követed a vlogomat, akkor tudhatod, hogy itt a háttérben már a lifehack-ekhez készülünk. Most ugye folyamatosan fejlesztem a kis eszköztáromat. Itt arrébb kell raknom majd a monitoromat, meg a notebookomat, és akkor itt van a setup, és ott a megmutatom. És így most így veszem magamat, úgyhogy csináljuk meg a lifehack setupot, és beszéljünk a lifehack-ekről. Most még így sötétben, miatt elkezdünk beszélni, egy appot elfelejtettem, az pedig a Spark. A Spark a legjobb. Windowsos gépeken kívül, tehát Androidra, Macre, iPhone, iOS, mindenre az összes tipp, amit elmondtam a később küldése a templitekkel, az értesítésekkel működik. Nagyon jó felhasználó élménye, és egy desktop kliens, úgyhogy az első, amit ajánlok, az a Spark. És akkor a lifehack-ek. Még ez sem teljesen az a setup, mert most itt belóg a képernyőm, de kíváncsi, hogy fog kinézni, hogy van egy ilyen mélysége az egésznek, meg mindig is akartam, hogy látszódjon ugye az asztal, és így tudunk beszélgetni így head to head egy ilyen formátumban. Úgyhogy kezdjük is a lifehack-eket. Az első, hogy legyen egy dedikált e-mailezési időd. Ez azt jelenti, hogy mindig ugyanabban az időben levelezzünk naponta, egyszer vagy maximum kétszer, és hogyha van arra mód, akkor ezt tegyük munkaidő előtt. Ugye erre jó az a trükk, hogyha előre megírjuk az e-maileket, és akkor küldi el, amikor mi szeretnénk, ergo munkaidő előtt, és munkaidő után. Mert rengeteg e-mail, amit napközben kapunk, általában megoldódik a nap folyamán, és mire megnézzük mondjuk este, nem is kell vele foglalkoznunk. A második inkább egy ilyen tippféleség, hogy szeresd újra az e-mailezést. Ha kialakul a rutinod, hogyha megvan rá a dedikált időt, hogyha egy jó felhasználó élményű appot használsz, akkor eljuthatunk oda, hogy az e-mailezés nem egy ilyen indokolatlan nyűg legyen az életünkbe, hanem igenis újra szeretni fogod. Utolsó lifehackünk, hogy tedd magad elérhetetlenné. Tudod, mint ez az OO, tehát out of office üzenet, hogy éppen nem vagyok elérhető, vagy vakáció vagyok, ezért limitáltan tudok az e-maileimhez hozzáférni. Ezt amúgy egész évben használhatjuk, és kvázi szoktathatjuk erre a partnereinket, hogy ne haragudj, most egy olyan időszakot élek, amiben nagyon ritkán tudom az e-mailemet nézni, ezért ne haragudj, hogyha nem válaszolok egyből. Nyilván ez egy olyan dolog, amit csak mondunk, de nem fogják úgy venni, hogy mi ellenük vagy miattuk nem e-mailezünk, de mégis hozzá lesznek ahhoz szoktatva, hogy nem válaszolunk egyből nekik. Ennyi volt a mai vlog, hogyha még itt vagy és megnézted, köszönöm szépen.
Ha ma találkoztunk először, akkor mindenféleképpen nyomj a feliratkozás gombra és a csengőre is, nyilván akkor, hogyha tetszett az, amit láttál, és ha ez így van, akkor oszd meg, vagy küldd el valakinek, akinek segíthet mondjuk valamilyen e-mailezési problémája van, vagy nehézsége, és lehet, hogy pár jó gondolatot talált itt a vlogban, de hogyha nem csak a vlogban, hanem ugye a könyvemhez is kedvet kaptál, a like gomb alatt a leírásban ott van, megrendelhető, amúgy ha felmész a vajvalora.hu-ra, ott még olcsóbban kedvezménnyel dedikáltan meg lehet venni, illetve velem is lehet kávézni, csak úgy megsugom. Amúgy meg vannak képzések is, produktivitás, personal branding, ugyancsak a like gomb alatt, remélem, hogy holnap találkozunk, köszi, hogy itt voltál, szia! Sziasztok!